2019. június 11-én Tüske Miklós útnak indult boltba kerékpárral, ahonnan soha többé nem tért haza. Engem édesanyám hívott fel olyan 1:30 körül, hogy apu elment vásárolni. Ami nálam jön információ egyből ő róla. Én mindenképpen a zavarodottságát érzem nagyon-nagyon erőteljesen. Úgy ment el, hogy annyit hozzátett, hogy nem biztos, hogy odaér. Az elrablást én teljesen kizárom. A gyilkosságot is kizárom teljes mértékben. Az a baj, hogy realista vagyok, és olyan vagyok, mint ő. Mutatta 56-ost, mondja a Béla neved. Emlegeti a 44 évvel ezelőttöt. Hogyha most üzenhetnél neki, mit mondaná? Várjuk az. Szeretném azt mondani, hogy visszatérlem. Nem látom ezt. Kívánom, hogy tévedjek.